a Pató és 180 utána a Bukkan és jobb idő. Ez nekünk nagyon bejött, a harmadik, negyedik időket autóztunk, úgyhogy azt tetszett ez az igazi rallis pálya és a felhordás, a tömkelege. Megyünk előre, próbáljuk élvezni, abszolút nem a nézőknek autózunk, hanem tényleg lendületesen, és mindig próbáljuk megszokni, és kinyújtani azokat a határokat, amit az új autó tud nekünk nyújtani. Más teljesen az autó, mint a régi. Most valamit ki is kell találnunk, mert valamilyen rosszul használom. Nem jönnek az idők és érzése, pedig gyorsan megyünk, úgyhogy meglátjuk. Jól ugrik a kocsi, átmerjük tologatni rajta a biztonsággal, úgyhogy keressük még valószínűleg lassú kanyarokból a kigyorsításos szakaszban van valami hibánk, hogy nagyon beerőltetem a kanyarba és nem tudok kigyorsítani rendesen. Most megpróbáljuk ezen változtatni és hátha jön. Találunk egy pár másodpercet. Nyilván nem laktuk még be annyira, mint a másikat, de azt gondolom, hogy már nem magázódunk, most már teljesen tegező viszonyban vagyunk, de sajnos be kellett látni, hogy kellett neki ez az egy év. Azt hittem, hogy hamarabb megjön ez a feeling, de kellett neki ez az egy év, úgyhogy nekünk ez egy ilyen 3 éves projekt, úgyhogy jövőre megpróbálunk még erősebben támadni.